Jó estét kívánok! A mai adásban megmutatjuk, micsoda lelkesedéssel tértek vissza a színészek a színpadra. Van, ahol már a következő évad bemutatóit próbálják, és van, ahol elkezdődött a nyári színházi évad. Induljon a forgószínpad, a helyi televízió közös színházi magazin műsora. Ismét zajlik az élet a Debreceni Csokonai Színházban. A teátrumban több darab előkészületei is megkezdődtek, de itt csak szeptember közepéig tart a munka. Az épületet felújítják, ugyanis így a következő évadban a Lovarda és a Víg Kamara Színház ad majd otthont a teátrumnak. Üresek a székek, üres a színpad, üres a színház. Az elmúlt időszakban a csend és az üresség váltotta fel az örök pezsgő és nyüzsgő színházat. Ez viszont hamarosan a múlt. Mindenki annyira várta, egy ilyen pezsgés indult el, és látom a kollégákon is, hogy mindenki, tehát mindenki már ilyen felfokozott állapotban várta azt, hogy elinduljon a munka. Eléggé megviselte azért a társulatot az, hogy ennyi időre le kellett állni, tehát hogy sok színész kollégával beszéltem, nagyon nehezen viselik azt, hogy csak otthon vannak, tehát azért ez egy nagyon erősen közösségi munka. Mindenki ahhoz van hozzászokva, hogy nagyon nyüzsgés, hogy nagyon sokan vagyunk együtt, hogy sok nézőpontot ütköztetünk. Tehát azért ez nekünk ilyen fokozottan nehéz helyzet volt most. A jegypénztár kinyitott. A fel nem használt jegyeket és bérleteket vissza lehet váltani, de akár le is lehet róluk mondani a színház javára. Kinyíltak tehát újra a színház ajtajai. Elkezdődött egy folyamat. Mi azt várjuk nagyon, hogy a belső tereket is meg lehessen nyitni, és azt is várjuk, hogy egy nagyobb nézőszámot lehessen beengedni. Szeretnénk azt, hogyha a családtagok egymás mellé ülhetnének, és most még törvény szerint nem, és ez nagyon-nagyon megnehezíti nekünk a munkát. Tehát az, hogy nem ülhetnek egymás mellé a családtagok, vagy az egyháztartásban élők, az egy nehéz szituációt teremt még nekünk. Nyilván ennek megvan a maga oka, úgyhogy ezen nem vitatkozni akarunk. Mi csak várjuk azt, hogy mikor lesz az a pillanat, amikor ez megváltozik. És a munka is elkezdődött. Megnéztük. Igen, és itt most már majd kötelező lesz akkor a maszkviselés is. Ja. Elnézést, bocsánat. A próbán mindenki maszkban van, de ennek ellenére nagy az öröm, hogy újra zajlik a közös munka. Nagyon örültem. Ez az online tér nekem nem annyira éreztem magaménak, hogy online térbe helyezzük át a színművészetet, úgyhogy nagyon örülök, hogy kézzelfogható dolgokat csinálhat. A Kimondhatatlan című osztálytermi előadás két fiatal lány történetét meséli el, akik sorsa akkor fonódik össze, mikor kiderül, mindketten áldozatok. Családon belüli erőszak áldozatai. Már márciusban elkezdődött a próba folyamat, de két hét után félbe is maradt. Nagyon a felénél hagytuk abba, és ez borzalmasan nehéz volt megélni, hogy dolgozunk, és aztán hirtelen elvágják, és nem történik semmi. Én borzalmas állapotban kerültem, hogy ezt így elvették az életünkből, úgyhogy mindenféle mással próbáltam magam lekötni, de hát nyilván arra készültem folyamatosan, hogy ugyanígy gyorsan visszakerülhetünk az életünkbe. A csapat az elmúlt időszakban is fogta egymás kezét, még ha virtuálisan is. Olvastak, kutattak a témában, így újult erővel tértek vissza. Egy nagyon érzékeny szakaszba hagytuk abba a próbákat. Tehát két hetet próbáltunk, végig gyúrtuk magunkat a történeten, és de hát még nem kaptak végleges formát ezek a jelenetek. Szóval az nem is volt cél, és nem is az a cél most ebben az elkövetkezendő három hétben, hogy emlékezzünk arra, ami volt, hanem hogy tovább gyúrjuk magunkban ezt a történetet. Hamarosan más előadások próbái is elkezdődnek, viszont a bemutatók már nem itt várják a közönséget. A Lovardában és a Víg Kamarában találkozhatunk majd a Csokonai Színház művészeivel.
Rossz versek? Jól. A magyar irodalom méltán elfeledett költőinek műveiből összeállított felolvasó estel tértek vissza a színpadra a szolnoki Szigligeti Színház színészei. A veszélyhelyzet megszűnése után a művészeknek mindössze 2 hetük volt arra, hogy felkészüljenek a hirtelen jött játék lehetőségre. Az Újra szól a fűzfadalunk című könnyed nyári előadás egyik célja az volt, hogy enyhítsa a közel 4 hónapos élőszínjátszás nélküli időszak okozta elvonási tüneteket. Engedjék, akkor bemutatkozzam. Dósa Mátyás vagyok, és engem ért az a megtisztelő feladat, hogy a ma este házigazdája lehetek. Kérem, nézzék el nekem, hogyha egy kicsit izgulok, és hogyha furcsán bámulom a közönséget, sziasztok. De hát ugye a kialakult világjárvány miatt sajnos mostanában nem volt lehetőségem színpadon állni, közönséggel találkozni, tapsot kapni. Színészkenyere a talp, szokták ezt mondani. Igen, de mégis az, hogy érezni lehet a közönségen az energiát. Tehát amit én adok magam, és azt visszakapom, és az egy baromi jó dolog. És ez is nagyon hiányzott. Egy verses felolvasó estet csinálunk. Az ország legrosszabb verseiből. 19. század végétől napjainkig. Elhangzik például Kátót Lenke költeménye, vagy Szittya Attila Bendegúz költeménye, tehát olyan emberekről, akik nem véletlenül lettek elfelejtve. Egész úton München felé azon gondolkodám, miként fogom üdvözölni az én Veronikám. 1000-nél szebb gondolat rajzott lüktető agyamban, de egészen másképpen lévén, amint őt én meglátám. Ő kitárt karokkal röpült felém, csókolva engem szaporán, és én elfeledtem minden szépet, mit útközben kigondolám. Legműnt szemmel, őt átkarolva, csókjait csókjaimmal viszonzám, egymás ajkán csüngtünk, mint 2 szerelmes pár. Budapesten a Hadszín Teátrumban ment ez az előadás Dilettánsok, Dilettánsok címen. Persze ott egy teljesen másik rendezés volt, ott Nádasdy Ádám, Benedek Miklós, Kovács Patrícia, meg én játszottuk ezt. De ez egy teljesen más dolog volt, tehát ott össze-vissza voltak a versek, és Nádasdy Ádám egy olyan gyönyörű csokrot csinált ezekből a versekből. Mi viszont kronológiában megyünk, tehát mi a 1800-as évek végétől szépen végig haladunk, egy ilyen történelmi költészeti időutazást csinálunk. Eljöttek a Zsigulival, hogy hazavigyék a Skodát. Elmentek a Skodával és a Zsigulival, hogy a Skodát ott hagyják, mert reggel szervizbe kellett vinni. Visszajöttek a Zsigulival, hogy megmondják, a Skodát ott kell hagyni, hiszen nem a Zsigulit kell szervizbe vinni, hanem a Skodát. Aztán a Zsigulival visszamentek, hogy a fiú a Skodával legyen, ha reggel szervizbe kell vinni. Azért nehéz, mert ha egy kicsit is átbillenünk azon, akkor már paródiát csinálunk, és akkor nem lesz annyira rossz a vers. Tehát igazából nekünk ezt halálkomolyan kell csinálni, ez benne a nehézség. Hogy ilyen rossz verseket halálkomolyan mondani, nagyon nehéz. Ne vigyétek a lányt magas iskolákba. Ne tanítsátok sok hideg tudományra. A jó Isten a lányt másra teremtette. Nem okoskodásra, hanem szeretetre. Gyönyörűbb tudomány úgy sincs e világban, mint ami úgy terem magától a lányban. A célja az, hogy kapjon a közönség egy kicsit mást, szerintem. Tehát rengeteg olyan előadás készült már, ami a néző közönséget kiszolgálja. Ez is kiszolgálja, csak egy kicsit máshogy. Tehát ez egy görbetükör tulajdonképpen, én azt gondolom, vagy egy görbetükröt tart a költészet felé, vagy elé, vagy elénk. Én azt gondolom, hogy a célja talán az lehet, hogy ismerje meg a mai közönség ezeket a méltán elfeledett verseket. Barna szemű édesapám, úgy szólítom, apuka. Apuka visz minden reggel kocsival az óviba. Apukámnak apukáját úgy hívom, hogy nagyapa. Nagyapának van egy régi ezüst színű vonata. Nagyon jó, igen? Jó, csak te kipróbáltad a fejlődőt.
Persze, tessék. Leülsz akkor el? Hogy te akarod mondani? Hát akkor azt mondom, hogy akkor leülök. Van írva, de nem lesz? Nem, köszönöm. Hát jó volt el. Jó. Tázba különösök. Bartos Erika babák. Barna szemű édesapám, úgy szólítom apuka. Apuka visz minden reggel, kocsival az oliva. Apukámnak apukáját úgy hívom, hogy nagypapa. Nagypapának van egy régi ezüst színű vonata. Nagypapának apukáját úgy hívom, hogy dédapa. Dédapa már buttal jár, és kevesebb lett a haja. Dédapának apukáját úgy hívják, hogy igapa. Volt egy kicsi birkanyája, benne 30 marika. Igapának apukáját úgy hívják, hogy szépapa. Szélmalomban lisztetőről szép legény volt valaha. Szépapának apukáját úgy hívják, hogy ópapa. Őt látom egy régi képen, nagyon tétszek katona. Amikor majd gyerekem lesz, akkor leszek apuka. Apukából nagypapa lesz, nagypapából dédapa. Apuka és nagypapa és dédapa és igapa. Szépapa és ópapa is egymásnak, mint rokona. Ez így se jobb. Cukor Balázs egy dán-német filmszínházi adaptációját állította színpadra a Szombathelyi Vörös Sándor Színházban. Rendezői koncepciója sokrétű, az előadás nyitott értelmezésre hív. Nehéz kérdésekre keresi a választ, például, hogy miért szenved az igaz és miért él jól a bűnös, hogy honnan ered a rengeteg baj, nyomorúság a földön, és hogy hogyan értelmezhető mindez a jóságos és igazságos Isten létezésével. Meg kell próbálnunk a szép dolgokra koncentrálni, és akkor minden sokkal könnyebb lesz. Tudod, az utóbbi időben a sátán néhányszor próbára akart tenni minket, de mi visszavertük a támadásait, és büszkén mondhatom, hogy a maga módján itt mindegyikünk megtalálta Isten. A világirodalomból sok olyan figurát ismerünk, akik kétségbe esetten keresik az Istent. Így van ez az Ádám Almái című film adaptációjával is, amelyet ezúttal Cukor Balázs állított színpadra. A darab egy dán-német kultfilm alapján készült. Thomas Jensen moziánál az előadás jóval sűrűbb, 46 jelenetből a Vörös Sándor Színházban 26-ot állítottak színpadra. Az volt a nehézség, hogy technikailag is föl tudjuk tenni az előadást, ezt a sok változást össze tudjuk hozni, és elég sok zene van az előadásban, hogy azok milyen hangerőn szóljanak, hogy a fények pontosan hol jöjjenek, hogy ez minél dinamikusabban menjen, ez volt, de úgy lelkileg nem igazán lett igény, mert csak az, hogy sok munka volt az anyaga. Nyilván itt azért azt körüljárja valamelyest a darab, hogyha lehet így fogalmazni, hogy a jóság az mi az emberben, vagy mennyi van meg benne a rosszból és a jóból, és ennek az arányaiból, és ez hogy változhat, és bízom benne, hogy azért a néző ebbe a kicsit bő másfél órába ezen fog gondolkodni. Én nem akarom megtalálni Istent. Nekem ez már az ötödik ilyen próbaidőm. Én már megtanultam forgolni, gitározni, csináltam kis növényhatározót, sőt, besült falvédőt is, pedig nem is volt. De aztán mindig jött egy pap, vagy egy nyakkendős lelkivezető Bibliával a vonalat is, addig hablatyolt, hogy meg kell találnom Istent, amíg elborult az anya. Aztán küldtek vissza a sitre. A darabbéli Ádámot, akit Horváth Ákos játszik, 3 hónap közmunkára ítélik. Ezt a neonáci férfinak Iván tiszteletes közösségében kell letöltenie. A darab azt mutatja meg, hogyan viselkednek ebben az összezártságban az egymástól nagyon különböző világ poklát is megjárt, mégis esendő emberek. Remélem, hogy a nézőkben az a kis növény, amit mindenki nevelget a lelkében, azt megfújja a mi passzát szerünk, és magukra ismernek, és egy kicsit szembenéznek magukkal, hogy mennyire vagyunk előítéletesek mindannyian. Beleértve engem is. Nem keverem össze saját magamban a dolgokat, tehát nem, ez egy szakma, és ezt tudni kell kezelni. Tehát nem lehet megőrülni csak azért, mert játszom egy nehéz szerepet. Abból ennek a fiaim semmiféleképpen nem ihatják meg a levét, meg a feleségem sem. Tehát, hogy ez itt marad a színházban. Ez egy láthatóan neonáci ember, nem titkolja a neonáciságát, és ennek meg kell jelennie külsődleges formában is, és kérte, hogy vágjam le a hajamat. Ennyi. Tehát, hogy és akkor ezért van most ilyen rövid hajam.
Az előadás arra keresi a választ, vajon a bennünk lévő jó képes-e arra, hogy legyőzze a rosszat. Ebben a párharcban Isten a sátánnal küzd, a szereplők pedig önmagukkal, a saját lelkiismeretükkel. A pokol legmélyebb bugyrait járják meg Iván közösségének lakói. Gunnár alkoholista, betegesen vonzódik a várandós Szandrához, hogy mi lesz kettejük sorsa, azt csak az utolsó jelenetekből tudja meg a néző. Endrődi Krisztián és Dunai Júlia érzékeny játéka legalább annyira megrázó, mint Kelemen Zoltán muzulmán kalidja. A férfi benzinkutakat fosztogat, különös idegen akcentussal beszél, és mindig van nála töltött fegyver. A neonáci Adammal különleges kapcsolat alakul ki köztük. A haláltáborokban szolgált Paul, akit Avas Attila alakít, már jócskán a halálvölgyében jár. Gyakori vendége dr. Kohlbergnek, akit Szabó Tibor játszik rendkívül sok színnel. A darab szívmegviselős ugyan, mégis minden drámai pillanat mögött megbújik az irónia. Zavarba ejtő ilyenkor nevetni, a közönség mégis hálás és vevő a rendező tűpontosan elhelyezett poénjaira. Jó, akkor sütök egy pitét. Sütsz egy pitét? Igen, sütök egy pitét. A mi almányból? Nem, a szomszéd terméből. A tényleg? Nem, ezekből az almányból. Ha, hát ez persze, ez egy remek ötlet. Hogy Adam megsüti-e a pitét a kert almáiból, csak az előadás végére derül ki. Nekem azért talán betalált ez a szerep, vagy közelebb áll hozzám, mint sok más, mert lényegében valahol ebben a fajta hitrendszerben, akármilyen fura és akármilyen groteszk a filmen belül, de azt hiszem, hogy hiszek. És remélem, hogy a nézőket is meg tudjuk egy picit fogni vagy érinteni ezzel az előadással. Balázs nagyon sokat segített, én nagyon szeretek vele dolgozni, hiszen ő kérdéseket tesz föl mindig, tehát nem hagyja, hogy elmenjünk olyan tisztázatlan dolgok mellett, amik esetleg nem működnek, vagy nem tiszták a néző számára, vagy saját maga számára, és mindig igen, egy önmegfogalmazás van az előadásaiban, mindig próbálja megérteni a világot a saját szűrője által, és ez azt gondolom, hogy kihagyhatatlan egy színházi munkából. Ez a rendezés messze túlmutat az eredeti film üzenetén. Cukor Balázs rendezői koncepciója sokrétegű, az előadás nyitott értelmezésre hív. Nem kisebb kérdésekre keresi a választ, mint a bibliai Jób könyve. Nevezetesen, hogy miért szenved az igaz, és miért él jól a bűnös, hogy honnan ered a rengeteg baj, szenvedés, nyomorúság a földön, és hogy hogyan értelmezhető mindez a jóságos és igazságos Isten létezésével. Új kulturális közösségi térrel gazdagodott Fejér megye. Kápolnásnyéken, Vörösmarty Mihály szülőhelyén felavatták a költő feleségéről, múzsájáról elnevezett Csajági Laura színpadot. Az első előadás a Csongor és Tünde volt. Minden országot bejártam, minden messze tartományt. S aki álmaimban él, a dicsőt, az égi szépet semmi földön nem találtam. Ünnepélyes keretek között adták át Fejér megye új kulturális közösségi terét, a Csajági Laura színpadot Kápolnásnyéken. A Vörösmarty Mihály hitveséről és múzsájáról elnevezett színházi tér avatóján, Somogyi Szilárd rendezésében Vörösmarty örökbecsű műve a Csongor és Tünde premierjével vette kezdetét a nyári színházi idény. Reménység! Új kívánat! Kándoréji villanat, tovább! Halljad, Orfi, mert gyanúm van, innen tündér szép leány, aki e fát ülteti, tán hordja vissza, mint sajátját, az aranygyümölcsöt is. Menj, siess el! Láncaitól megmentett karom, de menj, amerre lábad visz, szemed lát, mert ha még e szent helyen itt találnak. Azt tudom ígérni a kedves nézőknek, hogy hagyományőrző lesz a Csongor és Tünde valamilyen szempontból, és azért mondom azt, hogy valamilyen szempontból, mert természetesen a 21. század emberének célja az is, hogy a mára is reflektáljon, tehát azt gondolom, hogy ezt a gyönyörű szép szöveget, veretes szöveget úgy kellett színpadra tenni, úgy kellett a színészeknek megfogalmazni, hogy az mai füllel is érthető,
élvezhető legyen. Tünde? Te vagy, akire vártam. Te vagy, akire vártam. Tünde szerepében a magyar színjátszás egyik legnagyobb tehetségét, Bori Rékát köszönthettük, aki az új megközelítésben is hitelesen formálta meg a tündérlány vívódásait, megtalált boldogságát. Az első szerelem, az első szerelemre találás, és ezeknek a fájdalmai, nehézségei, én ezeket próbáltam meg megtalálni Tündében. Tünde számomra ugyanúgy egy lány, ugyan tündérlány a történet szerint, aki emberré változik, de ez nekem a személyiségében való fejlődés, ahogy ezen a szerelmen és a csalódáson végigmegy, nekem ebben jelenik meg az, hogy ő tündérből hogyan lesz ember. Itt egymásba összefutnak. Egy csekély ponton nyugosznak, s mennyi ország, mennyi tenger nyúlik végeik között. Vagy tán vége sincs az útnak. Végtelenbe téved el. Megállj! Pénz kell-e? Izzadj, járj utána, s lesz. Tőlem csak annak jut, ki dolgozik. Csongor Gömöri András Máté alakításában került színre. A komoly emberi próbára bocsájtott főhős 21. századi dinamizmusa nagyszerűen ötvöződött a Vörös Marti által megírt boldogságkereső fiatal kétségeivel. Az egészhez úgy nyúltunk hozzá, hogy a mai fülnek és a mai szemnek a felpörgött életritmushoz szokott embereknek is olyan sűrűségben és olyan intenzitással tudjuk ezt a történetet közvetíteni, hogy izgalmas legyen, érdekes, fordulatos legyen, és a Csongor alapvetően, illetve olvasva Csongor, egy kicsit passzív szenvedőhős. Ezt próbáltuk meg megfejelni úgy egy kicsit, hogy megfordítani úgy egy kicsit, hogy egy aktív, tevőleges főhőst kapjunk. Megbosszolom. Haj, ki lánya, kód csalája. Légy az ifjú csalogánya, hol hazája várva várja, megpihenni. Csak szeretné soha tűnni. Haj, ki lány. Hogy átkaim mind kifogytak. Détár Enikő kérlelhetetlen mirigyként, ugyanakkor karakterének emberi oldalát is képes megmutatni kivételes játékában. Nekem egyébként nagyon sok szempontból hasonlít a Szent Iván éjjel álomra. Ugyanazt a kérdést feszegeti, tehát, hogy mi a fontos az életben, ugye megjelenik a tudós, a kalmár, a fejedelem, hogy mit keresünk, hogy akarjuk túlélni. De igenis szükség van egy határig, hogy modernizáljunk. De a nyelvnek és ennek a nyelvezetnek meg kell maradnia. Az én szerepemet, hogy látom ebben, azt próbáltuk megkeresni én is, és Somogyi Szilárd a rendező is, hogy nem mesejátékszerű legyen, mert miért gonosz. Hogy az irigységről, a fájdalomról, a lánya elvesztéséről szól, és a bosszúról. Tehát én hiszek abban, hogy senki nem születik gonosznak, hanem másféleképpen kompenzál, vagy vannak olyan vélt és valós sérelmei esetleg, hogy feldolgozatlanul hagyva, ami esetleg gonoszszá, kegyetlenné teszi. A Csajági Laura színpad a jövőben a térség hiánypótló színházi közösségi tere lesz, amelyen a tervek szerint sokféle előadást játszanak majd, de lesz koncert, opera, operett, táncszínház, vígjáték és gyermekelőadás egyaránt. Szép tündérvilág, mi kár, hogy álom gyermeknek való. Ébredj föl! Vagy ha még álmodni jobb, menj, álmod vissza, amit álmodtál, mert a valóság csalt remény.
Az Indul a bakterház című komédiával kezdte idei évadát a Turaida Színház Egerváron. A felhőtlen kikapcsolódást kínáló sorozatban többek között egy zenés játékot, a Girls Swing című produkciót láthatta a közönség Bozsó József koreográfiájával és rendezésében. A felvételek egy részét a Turaida TV készítette. Egy zenés darab főszereplője ki is lehetne más, mint egy tánctanár. A középkorú Josie korábban sztár koreográfus volt, aki válása és régi munkájának elvesztése után step tanárként dolgozik egy gyermekkori barátja tánciskolájában. Az órái azonban veszteségesek, ezért ultimátumot kap. Egy sikeres nosztalgia tévésóban kell szerepelnie amatőr tanítványaival. Mindenki összekapja magát, és a legjobb tudása szerint táncol. A Turaida Színház mindig egy nagyon fontos állomás volt az életemben, és én mindig is szerettem volna egy olyan darabot bemutatni, ahol a step a fő motiváció, illetve hát nagyon szeretem Gershwin zenéjét, és a kettő azért összefügg, a 30-as évekbeli musical zene és Gershwinnek a zenéje az összefügg, illetve Gershwin nem is inkább musical, inkább világzenének mondanám. Közelebb van egy picit a jazzhez, de hát Gershwin mindent tudott, tehát tudott operát írni, fekete zenéből swinget, szóval minden, ezért is neveztem el Girls Swingnek a darabot. Hát arról szól, hogy van egy pacák, akit körbe nem rajonganak, hanem körbe vesznek a nők, és különböző kapcsolatai vannak, nem mindig fényes kapcsolatok természetesen, és mindig a kimenekülő útvonal természetesen neki a tánc és a step. És akkor valahogy a tánc és az ének és a zene az mindig mindent helyre rak. Darvas Ilona 20 évvel ezelőtt alapította a Turaida Színházat. Missziójuk, hogy Józsefváros mellett vidéken is szórakoztassák a közönséget. Vidékre menni egész más, kimozdulni, felülnek a buszra a színészek. Ide pedig Egervárra hát hosszú évek óta járunk, és ez nekünk olyan, mint egy nyaralás. Tehát ez egy hónap, amikor Egerváron vagyunk, az nekünk egy nyaralás, egy kimozdulás. Napközben jönnek-mennek a színészek a környéken, mindenfelé kirándulnak, ebédelni mennek, jó nagyokat csatangolnak, nagyokat röhögnek, beszélgetnek. Tehát egy nagyon-nagyon jó, és akkor este jönne a közönség, közönség gyönyörűen felöltözve, mert ez nagyon fontos, hogy egy ilyen szép környezetben, ahol vagyunk. Először, amikor nem is tudom hány évvel ezelőtt először voltunk, akkor jöttek meleg tornacipőbe, farmernadrágba, pulóverbe, takarókkal, ilyen műanyag székekre számítottak, és akkor egyszer csak meglátták, hogy itt milyen gyönyörűség van, és olyan jó érzés, hogy a hölgyek is felöltöznek gyönyörű szép estei ruhákba, és kicsinosítva magukat, a férfiak is szépen felöltöznek. Tehát megadják a módját, és nekik is egy ünnep, hogy az egervári várkastélyba jönnek előadást nézni. A Sárvízpatak melletti 1000 fős település minden évben tárt karokkal várja a művészeket. A kastély épülete is sok időt megélt, hiszen már az 1200-as években itt állt. A járványhelyzet miatt idén volt némi izgalom a program szervezésben, ám szerencsére minden rendeződött, és újra korlátozás nélkül lehet jegyet kapni az előadásokra. Külön öröm számunkra, hogy idén is tudjuk itt üdvözölni a Turaida Színházat, hiszen az élet majdnem megviccelt minket, és majdnem búcsút kellett innenünk az idei évadnak, de hát szerencsére az utolsó pillanatokban azért mégiscsak sikerült nekiállni ennek a hatalmas munkának, ami azért egy emberpróbáló tevékenység volt, de hát a rutinos kollégák, a rutinos emberek itt a színháznál sikerült meglépniük ezt a feladatot, és most itt vannak Egerváron, 4 hétvégén keresztül, 12 darabbal. Ez volt a Forgószínpad, a Színházak és Városi Tévék közös műsora. Viszontlátásra! A műsorvezetőt a Livello di Vita öltöztette.